A tanév első diákolimpiai országos döntője általában az atlétikához kapcsolódik. Idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület rendezte meg az ügyességi és váltófutó csapatbajnokság fináléját. Ebben az évben megdőlt a nevezési rekord, ugyanis a körzeti és a vármegyei versenyeken 2224 iskolai csapat több mint 15 000 versenyzővel vett részt. Közülük 279 intézmény, 1447 diákja jutott el a Nyíregyházi Atlétikai Centrumba. A résztvevők magasugrásban, távolugrásban, gerelyhajításban, diszkoszvetésben, kislabdahajításban, súlylökésben és a 10x200 méteres váltófutásban mérték összetudásukat. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert ismét örömmel tudok arról beszámolni, hogy mind a tegnapi, mind a mai nap nagyon szépen lement. Ki kell emelni, hogy mind a regisztráció, mind az igazolások ellenőrzése gördülékenyen és gyorsan zajlott. Maguk a versenyek sérülésmentesen, legalábbis tudomásunk szerint sérülésmentesen megtörténtek. A megyei csapatok is nagyon szépen szerepeltek. Itt ki kell emelnem a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola fiú csapatát, aki kislabdahajításban első helyet szerzett. Ezúton is gratulálok és további sportsikereket kívánok számukra. Mint a versenybizottság titkára, Vas László elmondta, a diákolimpiai döntő által támasztott elvárások ugyanolyanok, mint bármelyik hazai vagy nemzetközi rangos verseny esetében. Minden ilyen atlétikai verseny a Magyar Atlétikai Szövetség, illetve nem is a Magyar Atlétikai Szövetség, hanem a World Athletics szabályai szerint zajlik, és ugyanazokat a szabályokat be kell tartani, ugyanannyi versenybírót biztosítani kell a verseny lebonyolításához. Hát itt is közel 80 versenybíró dolgozott, és plusz még az önkéntesek ahhoz, hogy minden a helyén legyen és minden rendben legyen. A közel 1500 diák és a felkészítő tanárok közül nagyon sokan először, de reményeik szerint nem utoljára voltak az atlétikai centrumban. A helyszín az mindenkit elkápráztatott, hiszen ilyen Magyarországon nincs máshol. Nagyon jól érezték magukat, a visszajelzések eddig nagyon, nagyon pozitívak, úgyhogy bízunk abba, hogy a Magyar Diák Sport Szövetség jövőre is idehozza ezt a versenyt. Előzetesen már vannak jelzések, hogy nagyon jó lenne, ha itt lenne, állunk elébe, és várjuk jövőre is a diák sportolókat. Székely Tibor elmondta, hogy tavasszal szeretnének még rendezni országos elődöntőt vagy elődöntőket, amennyiben lehetőség lesz rá valamelyik labdajátékban.